közgyűlés. Döntést hoztak a város költségvetéséről a képviselők. Emlékezés. Márványtáblát avattak Kustár Zsuzsa emlékére a Bartók utcában. Nem sok hiányzott. Az utolsó pillanatban bukta el Mohácsi győzelmét az FC Nagykanizsa. Jó estét kívánok, Budavölgyi Veronika vagyok. Ez a Kanizsa TV híradója március 11-én hétfőn. Jönnek a részletek. 5 napirendi pontról szavaztak a frakciók a mai soron kívüli közgyűlésen. A várakozásnak megfelelően a 2024-es költségvetéssel és a település rendezéssel kapcsolatos döntések meghozatala vitákat hozott a városatyák között. Az ülés elején Balogh László polgármester elmondta, 14,883 milliárd forintos büdzsével gazdálkodhat idén a város, amit annak is tulajdonít, hogy érkeztek állami támogatások Nagykanizsára. Fodor Csaba, az éve frakcióvezetője, a kormánypárti képviselők felszólalásaira reagálva kijelentette, a Balogh László által beterjesztett költségvetés csak azért mutat jó adatokat, mert cégektől akar pénzt elvonni. Példaként a Kanizsa Médiaházat is kiemelte, amelyhez 30 millió forintos dotációt írt be a város első embere a korábbi 120 milliós támogatás helyett. Horváth Jácint úgy fogalmazott, Balogh László tervezete a bosszú költségvetése. Cégünk többször is szóba került a mai ülésen. Fodor Csaba úgy fogalmazott, a kanizsai média 2019 előtt egy Fidesz szócső volt, erre Balogh László úgy válaszolt, ma pedig egy éve szócső. A többségi frakció módosítása végül 160 milliós összeget fogadott el a médiaház kapcsán. A kormánypárti politikusok az útfelújításokra szánt pénzeket keveselték, az ezekről szóló módosítókat a közgyűlés nem fogadta el. A másik hosszabban tárgyalt napirendi pontnak a település rendezéssel kapcsolatos kérdések meghozása számított, amelyben több utca beépítési szabályai szerepeltek. Balogh László úgy fogalmazott, ő nem adná egy olyan döntéshez a nevét, amely azzal járna, hogy a Kossuth téren létesülő parkolóhoz 113 fát kivágjanak. Fodor Csaba válaszában félretájékoztatásnak nevezte a polgármester által kapott és közölt információkat. Ők is úgy terveznek, hogy a fák közül minél több megmaradjon, a mostani döntés ráadásul csak egy kezdő lépés. Végül az éve képviselőinek 8 igényével ment át a napirend. Az ülésről bővebben olvashatnak honlapunk percről percre rovatában. A Horváth Jácinttal készült teljes beszélgetést megnézhetik a Napi Kanizsa mai adásában, míg további interjúkkal holnapi híradónkban jövünk. Felavatták Kustár Zsuzsa iparművész emléktábláját pénteken a Bartók Béla utca 8-nál. Az országszerte elismert mester abban a házban élt és alkotott a 2014-ben bekövetkezett haláláig. Az emléktáblát a Magyar Műveltség Kincsestára Szabad Egyetem készítette. Mint azt Rajnai Miklós elmondta, Kustár Zsuzsa a Szabad Egyetem egyik alapítója volt. Életművét és hagyatékát nem csak őrizni, ápolni is kell. Egy világrangú ember volt, nem csak az egyetemes magyar örökség, a világörökség része, amit létrehozott, egyedülálló, ugyanis a képjel író formarendszeren belül a magyar népmese, monda, ballada irodalom képi elíró formarendszerét alkotta meg, és ennek sajnos ma nincs követője a művészeten belül. Kustár Zsuzsa 1967-től élt Nagykanizsán, és szellemi szabad foglalkozású iparművészként tevékenykedett. Említette a pénteki rendezvényen Pap Gábor művészettörténész. Témáit a mesevilágból, a magyar néphagyományból merítette. Sokoldalú művészeti tevékenységet folytatott, anyagai igen változatosak. Készített sejembatik fali képeket, goblent, ceruzarajzokat, részkarcokat, kőnyomatot, pasztelképeket, olajfestményt, olmozott üvegablakokat, üvegmozaik, falkép, kompozíciókat és padlómozaikot. Mint az a megemlékezésen elhangzott, Kustár Zsuzsa lélekben ma is velünk van. Életművét, hagyatékát kötelességünk ápolni. A nagy sikerű Hajnali Láz című regény szerzője Gárdos Péter vendégeskedett a Halis István városi könyvtárban pénteken. Az író-olvasó találkozón az alkotó Bognár Csillával beszélgetett, a legnépszerűbb munkái mellett a legújabbakra és azok mondani valójára is kitértek. A magyar irodalom népszerűsítését tartották szem előtt a városi könyvtárban, amikor Gárdos Pétert meghívták Kanizsára, árult el Bognár Csilla. Az író legnépszerűbb munkája, a Hajnali Láz 35 országban jelent meg, és meg is filmesítették.
A könyvtáros azt is elmondta, a szerző többi regénye ugyancsak kiemelkedő, hiszen minden történetébe a saját életét is belecsempészte. A többi regénye is nagyon, de jó szívvel ajánlom mindenkinek, én mindegyiket olvastam. Mindegyik nagyon sodró lendületű, izgalmas, van benne történelem, van benne egy kis krimi, és a legfontosabb az, hogy mindegyik regényébe talán egy kicsit a saját élettörténetéből hoz valami újdonságot, egy kis kuriózumot, és ezáltal válik olyan a regények, ami egy nagyon szerethetővé teszik őket. A Balázs Béla díjas filmrendezőt, Gárdos Pétert íróként a szülei története ihlette meg először, azonban a szerző a későbbi munkáit sokkal kiemelkedőbbnek tartja, hiszen az évek során nagyon sokat fejlődött. Megtanultam írni, megtanultam regényt írni pontosabban, de forgatókönyveket 35 éve írok, tehát egy teljesen más műfaj. Én azt hiszem, hogy esztétikai szempontból és prózaírói mesterség szempontból a legjobb regényemben a legutolsó a Semmelweis regény. Gárdos Péter hozzátette, filmrendezőként ugyan többször volt lehetősége a vetítések után beszélgetni a nézőkkel, de az olvasókkal való találkozásokat mindig sokkal személyesebbnek tartja. Alapítványi bált tartottak az Euraquilo Gyermek Onkológiai és Gyermekhospisz Közhasznú Alapítvány javára pénteken Sormáson. Matyovszki Zsoltné szervező kiemelte, mind a bálozóknak, mind a fellépőknek szívügyük a gyermekek támogatása, így összesen 110-en mulattak együtt a közös célért. Nem a pénteki esemény volt az első ilyen rendezvény, ami Matyovszkiné Eszter szervezésében valósult meg, ugyanis az elmúlt években számos jótékonysági bált kezdeményezett. Ezúttal a teljes bevételt a pécsi Euraquilo Gyermekonkológiai és Gyermekhospisz Közhasznú Alapítvány számára ajánlják fel. Én a zenészeket igazán első szóra meg tudtam nyerni, mert ugye ő nélkülük nem jöhetett volna ez részre, vagy létre. A Deci fivérekkel pedig már régóta ismerjük egymást, és ők is azt mondták, hogy volt is nekik személyes érdekeltségük, és ez miatt nagyon szívesen vállalták. Egy hatalmas kihívás elé állított minket a sors, és költöznie kell az onkológiai osztálynak, fogalmazott Farkas Éva. Az alapítvány munkatársa elmondta, egy-egy ilyen alkalom nagy segítség számukra, hiszen lehetőségük van személyesen is bemutatni a tevékenységüket. Az Euraquilo Gyermekonkológiai és Gyermekhospisz Közhasznú Alapítvány, ez Pécset működik a Pécsi Gyermekonkológiai Osztályon, illetve az annak működését segítik különböző területeken. Oda kerülnek a dél-dunántúli gyerekek daganatos és leukémiás betegségekkel, mi pedig próbáljuk az ott létüket minél könnyebbé tenni. Az este során először a Kanizsa Szalsza Egyesület, majd a Zalai Trió és a Deci Fivérek nevű formációk gondoskodtak a jó hangulatról. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Érmebőrze. Idén is találkoztak a HSMK-ban a numizmatika szerelmesei. Nem sok hiányzott. Az utolsó pillanatban bukta el Mohácsi győzelmét az FC Nagy Kanizsa. Érmebőrzét tartottak vasárnap délelőtt a Hevesi Sándor Művelődési Központban. A programon a gyűjtőket és az érdeklődőket egyaránt várták, akiknek a vásárlás és a csere mellett számos kiállított darabot is lehetőségük volt megtekinteni. Évente kétszer, tavasszal és ősszel tartanak érmebőrzét Kanizsán, a rendezvény több mint két évtizedes múltra tekint vissza a városban. A megnyitón Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő köszöntötte a résztvevőket, aki a készpénz egyre csökkenő jelentőségéről beszélt. Farkas István elmondta, az érdeklődőknek lehetőségük volt vásárolni és cserélni, valamint számos értékes pénzhelyettesítőt is megtekinthettek, a dohánylevéltől egészen a bankkártyáig. Általában szervez egy gyűjtők, és nem minden esetben szervez egy gyűjtők, hanem érdeklődők, környékbeliek, stb. Még a miséről is átjönnek, amikor vége a misének, itt fejezik be a délelőttöt. A magyar éremgyűjtés története egészen a 17. század végéig nyúlik vissza, azonban a mai szervezett gyűjtés csak jóval később alakult ki. Az uralkodóknak, meg a főuraknak nagyon tetemes, szép gyűjteménye volt, és ez szépen fejlődött, egész a
20. század kezdetéig, ahol elkezdtek szervezetten gyűjteni, akkor alakult meg például az EK, az Éremkedvelők Egyesülete, a mai napig fennáll, az a művészi érmek plaketteknek a gyűjtőit foglalja össze. A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete 1969-ben alakult úgy, mint a Budapesti Éremgyűjtők Egyesülete, majd az országos organizációvá alakult ki. Farkas István hozzátette, minden alkalommal sokan látogatnak el az eseményre, a létszám pedig ezúttal is megközelítette a 300 főt. Döntetlent játszott Mohácson az FC Nagykanizsa. A jó szezonrajt után ezúttal a hajrában bekapott góllal bukta el a győzelmet Gombos Zsolt csapata. A végeredmény 1-1 lett. A délzalaiak találatát Kovalovszki Máté szerezte. A két csapat legutóbbi összecsapása is szoros eredményt hozott. Akkor Lőrinc és Sági góljával nyertek a délzalaiak 2-0-ra. Már rögtön az első percekben érezhető volt, hogy kemény összecsapás vár a kanizsaiakra. A mohácsiak kellően agresszívan küzdöttek minden labdáért. A félidő első felében főleg Varga és a Kanizsa balszárnya volt aktív, több jó beadás is jött, de igazán komoly helyzet nem alakult ki a hazaiak kapuja előtt. A meccs keménységéről sokat elmond, hogy egy Szabó Lok ütközet során a kanizsai beknek még a meze is elszakadt. A keménység maradt a szünetig, az iram azonban visszaesett, mind a két csapat álmoskásan játszott. Így nem volt meglepő, hogy a szünetben kettőt is cserélt Gombos Zsolt, Beács Zsemje és Szilágyi. A második játékrész elején azonban előbb Lok előtt adódott egy lehetőség, de hála védett. Majd a hazaiak új igazolása Károly lepte volna meg a kanizsai kapust, de 40 méteres ívelése végül néhány centit tévedett. Ezt követően aztán nézve kapott a kanizsa, és a kapujához tudta szögezni a hazaiakat, és egy 11-est is számon kértek a játékvezetőtől. Sorban jöttek Szanyi nagy bedobásai és a szögletek, egy utóbbiból kialakult szituációban aztán Kovalovszki szerezte meg a vezetést. Winkler távolról, megpattan a kapuson, kijön, ott a kipattanó és megvan a vezetés, nincs lesz! Kovalovszki Máté a CSKA góljával, el kell ülni, meg kell próbálni. A gól után sokáig úgy tűnt, le tudja pörgetni a meccset a kanizsa. A hajráig nem forogtak veszélyben a kapuk. Akkor Kondor egy kontrán belül kétszer is elesett a büntető területen belül, de egyszer sem látott mohácsi szabálytalanságot a játékvezető, sőt a végén a hazaiak jöttek szabadrúgással. Ezek a kimaradt lehetőségek pedig a végén megbosszulták magukat. Visszaívelt labda Szabótól, nem rossz, Kovalovszki mellett lepattan, Sági hibázik, jöhet egy beadás, Sági mellett, jön is a labda! És kiegyenlít a hazai csapat, Dérzalám! A mérkőzés gyászszünettel kezdődött, a gólszerző Dérzalán édesanyja emlékére, így a játékos neki ajánlotta a találatát. Erre már nem volt válasz a kanizsának, így maradt az 1-1. Mint az Gombos Zsolt elmondta, ha tehette volna, a félidőben 10-et cserél. Rosszul játszottunk, sehogy nem játszottunk. Tehát ez az egész mérkőzésre vonatkozik. Az első félidő értékelhetetlen volt. Oké, hogy a pálya minősége olyan, amilyen, de ilyenen edzünk. Tehát ezt nem tudom elfogadni. Úgy nézett ki, mintha nem edzenénk, nem lennének elképzelésünk, nem lennének elképzeléseink. Össze-vissza ívelgettük a labdát, próbáltunk forgatni, amikor nem lehetett, mert hosszú volt a védelem. Nem tudom. Tehát a fél időben azon gondolkodtam, hogy miért nem lehet 10-et cserélni. A hazaiak trénere Péter József úgy látta, esélyesebb volt a Nagykanizsa, de igazságtalan lett volna, ha legalább egy pontot nem tudnak otthon tartani. Hogyha a tabellát nézzük, akkor mindenképpen ez egy bravúr pontnak számít, de én úgy gondolom, hogy így a meccsképe alapján nem lett volna igazságos, hogyha itt nem szerzünk már egy pontot. A jobb előkből álló Nagykanizsa sokszor uralta a pályát, de igazán veszélyesek nem tudtak lenni, és úgy gondolom, hogy mindenképp megérdemelt ez az egy pont. A következő fordulóban hazai pályán javíthat Gombos Zsolt csapata. Rögtön egy rangadóm, ugyanis a jó formában lévő kaposvári Rákóczi érkezik vasárnap az Olajbányás stadionba.
Elveszítette utolsó mérkőzését az NB2 alapszakaszán a Tungsra Mesen Nagykanizsa női kézilabda csapata. Tóth László tanítványai előnyről kezdték a PTEP az U21-es csapata elleni találkozó hajráját, ám 22-19-re kikaptak, így a 8. helyen jutottak be a rájátszásba. Ősszel döntetlen játszott egymással a két csapat, a pécsi találkozót követően Sorman István vezetőedző lemondott posztjáról, a klubvezetés pedig Tóth Lászlót nevezte ki. Az új trénerrel még nem szerzett pontot a kanizsai gárda, a mostani meccs előtt nagyjából egyenlőek voltak az esélyek. A Kanizsa arénában rendezett összecsapás elején a két csapat felváltva szerzett gólokat, majd a Peac a 15. minutum elején 7-4-re ellépett. A kanizsaiak 10 perc alatt visszazárkóztak 10-9-re, a játékrész hajrája egy gólt hozott, azt pécsi játékos szerezte. Fordulás után a Tungsram átvette a játék irányítását, és nem csak ledolgozta a hátrányát, hanem a 35. percben Balogh Bíborkának köszönhetően átvette a vezetést. A fordulatos találkozón a vendégek ezután háromszor találtak be, amire a kanizsaiak válaszoltak 3 góllal, így az utolsó negyed óra 16-15-ös hazai vezetésről kezdődött. A hajrában aztán számos Tungsram helyzet kimaradt, a Peac viszont hatékonyabbá vált, így alakult ki a 19-22-es végeredmény. Most az öltözőbe bent elbeszélgettem velük, sok mértékben igazuk van a lányoknak, mint az előbb említettem, hogy olyan játékosaink nincsenek, akik ezeket a lövéseket be tudnák vállalni, de ezért kéne nekik többet tenni azért, hogy győztesen jöjjünk egy ilyen meccsen. A kanizsaiaknál Balogh Bíborka 5, Csivre Viktória 4 gólt dobott, a Peac legeredményesebb játékosa a 8-szor betaláló Bréda Abigail volt. Székely Katalin, a vendégek trénere úgy fogalmazott, fontos volt számukra ez a két pont a rájátszás miatt. Nagyon nehéz meccs volt nekünk is szakmailag, mert folyamatosan kellett rotálnunk vagy kevernünk, hogy mi lesz a megfelelő megoldás. Nagyon fiatalok vagyunk, ezért a rutinról nem nagyon tudok beszélni, és itt igazából ez itt a legnagyobb problémánk, hogy be tudunk tojni szituációkban, és el tudja venni tehát a kedvüket egy adott zicser vagy technikaiba is, ebből néha nehezebben tudják ők magukat felszívni. Nagyon-nagyon hasznos ez az NB2 nekünk. A Tungsram csapata egy győzelemmel, egy döntetlennel és 12 vereséggel zárta az alapszakaszt. A rájátszás alsóházának pontos menetrendjét adásunkig nem sorsolta ki a Magyar Kézilabda Szövetség. Annyi biztos, hogy a kanizsai hölgyek a délnyugati csoport alsóházába kerültek az Érd U21, a Tököl és a Sziget-Szent Miklós 2 mellé. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Közgyűlés. Döntést hoztak a város költségvetéséről a képviselők. Emlékezés. Márványtáblát avattak Kuster Zsuzsa emlékére a Bartók utcában. Nem sok hiányzott. Az utolsó pillanatban bukta el Mohácsi győzelmét az FC Nagykanizsa. Ez volt a Kanizsa TV híradója március 11-én hétfőn. Érdemes lesz velünk maradni, hiszen jön Vince Adél magazin műsora a Dombvidék. Majd a mai közgyűlést közvetítjük felvételről. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsamediaház.hu oldalon. Köszönöm a figyelmet, további szép estét kívánok, viszontlátásra!